Budapest a legvonzóbb turisztikai célpont jelenleg, de a vidék is jól teljesít. Országosan stabilan nőnek a hazai turizmus mutatói idén, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb felméréséből. 2018-ban, az első 8 hónapban több mint 22 millió vendégészakát töltöttek el a vendégek a hazai szálláshelyeken. Csak augusztusban a szállodák szobakapacitás kihasználtsága közel 76%-os volt, a belföldi turisták száma pedig meghaladta a 870 ezret. Az év első 9 hónapjában országosan elmondható, hogy a vendégek száma 5%-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégek száma pedig 4%-kal bővült. Tehát egy stabil növekedés szemtanúi lehetünk. A vendégforgalom vendégészakában mért 4%-os növekedését tulajdonképpen a belföldi vendégek által eltöltött vendégészakák 5%-os növekedésének köszönhetjük. A külföldi vendégészakák száma nem ért el a 3%-ot, tehát kisebb mértékű volt. De nem csak az országos adatok tekintetében tapasztalható növekedés, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is fellendülés figyelhető meg a turizmusban idén. Itt 3%-kal több vendéget és 2%-kal több vendégészakát regisztráltak a szálláshelyek ebben a 9 hónapban az előző év azonos időszakához képest. Tulajdonképpen a megyében a növekedést szintén a belföldi forgalom bővülésre eredményezte, hiszen a belföldi vendégek 3%-kal több vendégészakát töltöttek el. A vidék és a megye fellendülése annak is köszönhető, hogy a kormány Magyarország minden szegletét szeretné bekapcsolni a turizmus vérkeringésébe. Éppen ezért részben állami támogatással 2016 óta hajtanak végre több száz vendégvonzó beruházást a kormány által kijelölt térségekben. Ilyen kiemelt turisztikai fejlesztési térség a régióban többek között Tokaj és környéke, a Felső-Tisza vidéke és a Nyírség körzete is.